Üdvözlet mindenkinek itt az infobubble.hu weboldalon, ebben a videóban a túlnépesedésről lesz szó, a társadalom elöregedéséről szeretnék megmutatni két videót, de a központi téma az a Terv 75 vagy Plan 75 című film lesz, amely nem véletlenül Japánban játszódik, ahol az elöregedő társadalom problémáját úgy igyekeznek megoldani, hogy a 75 éven felüliek számára engedélyezik az eutanáziát. Mielőtt nekivágnánk ennek, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobubble, illetve Yahoo útja néven a TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok azt, köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Halleluja. Mivel a munkaképes korú népességnek kell megtermelni a jövedelmet mind az idősek, mind a gyerekek eltartásához, érdemes vizsgálni a teljes függőségi rátát, amely az inaktív fiatalok és idősek együttes számát veti egybe az aktív korúak számával. Mindenki, aki inaktív, mint például a gyerekek, vagy az idősek, stb., azoknak az arányát fogjuk megnézni az aktív dolgozókkal. 1980-ban 100 időskorúra 60 fiatalkorú esett, 2015-re 35 évvel később már csak 40. Jelen becslések szerint, ha csak a termelékenységben nem következik be jelentős változás, termelékenységről van szó, az elkövetkező évtizedekben a 40-100 arányszám stabilizálódik, így az előregedés a társadalomban radikálisan megemelkedik. 2015-ben a függőségi ráta 0,65 volt, azaz 100-ra 65 függő volt, és 2050-re ez 0,90 lesz, azaz 100-ra 90 függő lesz. Amennyiben a munkatermelékenység nem nő radikálisan, ennek a ténynek kedvezőtlen hatása lesz az életszínvonalra, nem hogy kedvezőtlen lesz, hanem összeomlik a társadalom. Ahhoz, hogy az időskori függőség arányát tartani lehessen, 2050-re 8,4 évvel kellene növelni a nyugdíjkorhatárokat. 8,4, most nem tudom mennyi, de az olyan 70 fölé fogja vinni. Mindez Magyarország, hogyha átugrunk a latin-amerikai országokból, 11-12 évvel kellene megemelni a nyugdíjkorhatár, Dél-Koreában pedig 15 évvel. Dél-Koreában a legalacsonyabb a termékenységi ráta a világon, 0,8, ha jól emlékszem. Az időskori támogatási ráta az elmúlt 35 évben 25%-kal csökkent az OECD országokban, ennyivel kevesebb pénzt tudnak fordítani ezek az országok a nyugdíjrendszerre, és a nyugdíjra fordított közkiadások 90 óta 40%-kal nőttek, 2013 óta további 8%-kal emelkedtek. Haladjunk tovább, több mint 95 ezer japán már 100 évesnél is idősebb. Számunkra azonban van egy fontosabb üzenete nem csak ennek a filmnek, hanem mindannak, amivel eddig felvezettem ezt a videót. Euronews.com weboldalon Európa egyre megengedőbb az eutanáziát illetően, és ez reményt ad Karsai Dánielnek is, aki ugye egy ügyvéd, gyógyíthatatlan betegséget diagnosztizáltak nála, és nincs a túlélésre esélye. Utolsó nagy ügyében szeretné elérni az eutanáziához való jog kibővítését Magyarországon, megnéztük, milyen a magyar szabályozás, hogyan viszonyul a többi uniós tagállaméhoz. Karsai Dániel ügyét sürgősséggel tárgyalja az Emberi Jogok Európai Bírósága, a magyar államra nézve kötelező érvényű ítélet akár már januárban is megszülethet. 2023-as ez a cikk. Magyarországon jelenleg csak az úgynevezett passzív eutanáziát engedélyezik, ami azt jelenti, hogy életmentő vagy életfenntartó kezeléseket vissza lehet tartani szigorú feltételek mellett. Az Európai Unióban az utóbbi időben elkezdődött az eutanázia törvényi lehetőségeinek a bővítése, Zeller Judit szerint ez már trendszerűen is kirajzolódik, sőt, lassan formálódik egy olyan európai konszenzus, amely szerint az önrendelkezési jog része a saját halálról való döntés. Ne gondolja senki, hogy mindez véletlen, az elit folyamatosan azon küzdött, hogy az emberiség népességét csökkentse. Látja most már mindenki, hogy az, amiről beszéltek még évekkel ezelőtt, hogy a Georgia Guidestone-ra fel van írva, hogy 500 milliárd, az nemhogy nehéz lesz elérni, hanem majdhogy nem nehéz lesz egyáltalán 500 milliárdot fenntartani. Ha lenne 2100-ig időnk, akkor nem az lenne a probléma, hogy hogyan jutunk el 500 milliárdra, hanem hogy megtartjuk 500 milliárd körül, ha mindezeket a folyamatokat egybe vesszük.
de az eutanáziát is azért szeretnék engedélyezni, hogy csökkentsék a lakosságnak a számát. A népesség számának a csökkentése a cél egyértelműen. Zárásképpen még ezt meg akarom mutatni. Nehéz időkben is maradtak és bővültek a családtámogatások. Érti most már mindenki, hogy miért igyekszik az állam támogatni a családalapítást és a gyermekvállalást? Azon kívül, amit oly sokszor már kifejtettem, hogy ezáltal beleragadnak az emberek a különböző hitelekbe, illetve az életstílusba, és aztán nehezebb lesz ellenállni, mikor összeomlik a gazdaság annak az új világrendnek, ami következik, de a másik az, hogy tisztában vannak azzal, hogyha csökken a lakosság, akkor egyszerűen csak kihal az ország. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a yahooaoutja.hu weboldalainkon ez elérhető. Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo Aoutja Egyesületen keresztül, technikai számunk 2594, minden egyéb adatot megtaláltok Infobubble, illetve yahooaoutja weboldalainkon, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig. Köszönöm mindenkinek a figyelmet, remélem hasznosnak találtátok ezt a videót, hamarosan találkozunk, addig is minden jót és halleluja!